Az önkormányzat igyekszik minden esztendőben támogatni a civil és sportegyesületeket. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ által működtetett klub támogatására 2 millió forintot biztosítottak. Megtiszteljük azokat a szervezeteket a városban, akik már hosszú évek óta, sőt, többen hosszú évtizedek óta működnek, és színesítik, gazdagítják a városunk életét. Hogy ilyenkor egy picit megállunk, és néhány köszöntő szóval megköszönöm az előző éves munkájukat, és az idei költségvetésből biztosított finanszírozásról a szerződéseket ünnepélyes keretek között adjuk át. A keret, amiről beszélünk, a költségvetési rendeletben lett elfogadva február 15-én, ezt követően pályázatokat írtunk ki a szervezeteink számára, mind a sport, mind a civil szervezetek számára. Ezeket a pályázatokat a benyújtást követően a képviselőtestület elbírálta. Azt tudom elmondani, hiszen egy önkormányzati ciklus végén vagyunk, gyakorlatilag néhány hónap van vissza ebből az 5 évből, hogy magát a ciklust 5 évvel ezelőtt, 2019-ben a civil szervezetek támogatásánál egy emeléssel kezdtük, addig 4 millió forint állt rendelkezésre, hogy támogassuk a szervezeteinket. 19-ben már 6 millió forintot tudtunk erre a célra fordítani, és az idei évben pedig még ennek a ciklusnak a végén még további 2 millióval bővült ez a támogatás. 2024-ben 8 millió forint állt rendelkezésre a pályázati keretből. Ezt maradéktalanul felhasználtuk, és ezzel tudjuk segíteni az itt működő szervezeteket, akik nélkül nem is lenne igazán város a város, hiszen az a nagyon pezsgő élet, ami itt zajlik, az élet minden területén, az a civil szervezeteink nélkül nem lenne elképzelhető. A sportszervezetek támogatási kerete idén valamivel bővült, 30 millió helyett 32 millió forint támogatást biztosított az önkormányzat, azzal a lehetőséggel, hogy idén a költségvetésben egy 24 millió forintos tartalékkeret is betervezésre került, amennyiben valamelyik egyesület egy felsőbb osztályba jutna, akkor ne egy váratlan helyzetet kelljen megoldanunk, hanem arra is lehetőség legyen, hogy támogassuk a szervezeteinket. A Bonyhádi BFC ebben az évben 5 millió forintból gazdálkodhat. A támogatás összeg legnagyobb részét azt a nemzetközi kupa szereplésünkre fogjuk fordítani, amely, hát hogyha minden esemény részt akarunk venni, akkor közel 30 millió forintot igényel, úgyhogy ehhez még dolgozunk is az egyéb támogatásokon, hogy ez teljes mértékben összeálljon, és megfelelő szinten tudjuk majd képviselni mind Bonyhádot, mind Magyarországot ezen a nemzetközi eseményeken, ami egyrészt a közép-európai kupa, ahova címvédőként fogunk tudni menni, a strandlabdarúgó bajnokok ligája és a klubvilágbajnokság lenne a magyar eseményeken kívül. Ha az egyesületnek sok tagja van olyan szempontból, hogy van ez a strandfocis rész, ami egyrészt, másrészt meg ugye a labdarúgó rész, tehát ezek egy egyesületen belül, de külön részlekként működnek, mind a felnőtt csapatok, mind az utánpótlások. Az eseményekre 2012 óta itt a termálfürdő területén van egy nemzetközi előírásoknak megfelelő strandlabdarúgó pálya, és ezt azt szoktuk leginkább igénybe venni a felkészülésekre. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége az anyagi forrást a működésük finanszírozására használják majd fel. Az idei évben nyilászárókat cserélünk egyes részén a szövetség székházába, és hát gondolom, hogy arra is kell majd, ugye, hogy végül is a munkálatok elvégzése után, hogy azt festeni meg helyrehozni, úgyhogy valószínű, hogy ezt az összeget erre fogjuk fordítani, tehát működésre, tehát a költségeinkre, illetve ennek a munkának a befejezésére. Folyamatban van az ablakok elkészítése, úgyhogy bízom benne, hogy ebből az évben sikerül ezt megoldani. Úgyhogy hát most már fontossági szempontból ugye ez volt a legfontosabb, hiszen eléggé régi épületről lévén szó, és hát hiába fűtés, korszerűsítés lenne a következő lépés, de viszont én úgy gondolom, hogy először a nyilászárókat mindenképpen meg kell csinálni ahhoz, hogy a következő lépésként ezt tudjuk fejleszteni, illetve egy modernebb megoldással ezt pótolni. A település 24 civil szervezete és 14 sportegyesülete kapta meg a szerződéseket.